Nyíregyháza belvárosában különböző díjszabású parkolóhelyeken lehet parkolni. A díjzónákat táblák jelzik, valamint táblák jelzik azokat a helyeket is, ahol kerékbilincsre számíthatnak a blitzelők. Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap azt közölte az MTI-vel, hogy a koronavírus járvány elleni védekezés egyik legfontosabb eszköze az emberek közötti biztonságos távolság fenntartása. Mivel zsúfolt tömegközlekedési járatokon ez nem, vagy csak korlátozottan lehetséges, fontos, hogy aki tudja, használhassa a saját autóját. Emiatt indokolt a közterületi parkolási díjak megszüntetése, tette hozzá a kormányfő. Orbán Viktor tájékoztatása szerint a kormány vasárnap a helyzet megoldása érdekében rendeletet alkotott, amely a magyar közlönyben még a nap folyamán megjelent. Ennek értelmében hétfőtől díjmentes a közterületi parkolás Magyarországon, közölte a kormányfő. Kormányzati döntés ugye, hogy ingyenes a közterületi parkolás, ami azt jelenti, hogy itt Nyíregyházán a Nyírvévé Nonprofit Kft. Által fenntartott fizető parkolókat lehet ingyenesen igénybe venni. Az összes többi parkoló, ami magánkézben van, akár nagy üzleteknek a parkolója, vagy a korzó parkolója, az értelemszerűen nem válik ingyenessé.